A Tolnai és Mözsi elszármazottak találkozója 1998 óta hagyomány. Sokakat másfelé vitt az élet, akár család vagy a munka miatt, azonban az emlékek, a régi barátságok és a családtagok erős köteléket képeznek számukra Tolna és Mözsi ránt. A gyökerek azok mindenkit ide kötnek. Hogyha a múltunkat, a gyökereinket elfelejtjük, akkor az nagyon nem jó. És mi ezt szeretnénk, hogy legyen egy olyan alkalom, illetve nem csak ez, hanem utána is, tehát bármilyen csatornán folytatható ez az úgymond találkozás, meg ugye itt van már ez a modern technika, hogy a Facebookon keresztül is például volt egy csoport, és itt nagyon sok mindent meg tudunk osztani egymással. Ők is kíváncsiak arra a fejlődésre, ami egy-egy év között ugye eltelt, tehát nem szabad a gyökereket elfelejteni, és ezt ezért tartjuk nagyon fontosnak. Berta Zoltán, a település alpolgármestere úgy fogalmazott, rendkívül büszkék azokra, akik Tolna hírnevét öregbítették szerte az országban. Csak néhány példát említsek, Müller Cecília tiszti orvos COVID idején nyújtott igen-igen kemény munkája szolgálta az egész országunkat, nem véletlenül kapott Tolnavárosért kitüntető díjat abban az évben, de említhetném Tóth János operatőrt is, Kossuth díjas operatőrt, városunk egyedüli Kossuth díjasát, aki operatőrként olyan technikákat alkalmazott, amit mind a mai napig a filmgyártásban, a szakmában használnak. Zengőné Séfer Emma 1976-ig élt Tolnán, itt végezte az általános iskolát, majd itt is dolgozott. Életútja aztán a családalapítás kapcsán egészen Pécsig vezetett. Maradtak itteni szálak, de azt mondta, hogy az édesanyám itt maradt, a nővérem családja, és hát amikor csak tehettük, akkor hát fogtuk a gyerekeket, csupsz be a kocsiba, jöttünk egy jó halászlére, na természetesen, ezt nem lehetett kihagyni. Úgyhogy elég gyakran jártunk ide. Lampák Gyula szintén Tolnán járt iskolába. Útja külföldre is elvitte, többek között például Pakisztánba, Kínába és Egyiptomba is. Mindig nagy boldogsággal tér vissza. Szenzációsan! Barátaim itt vannak, Tolnán, és ezekhez járok rendszeresen. Az elszármazottak számára különböző programokkal készültek a nap folyamán, délutántól pedig bekapcsolódtak a Tolna városnapi eseményekbe.